Megyünk tovább Zalaegerszegre. Az Aqua City vízicsúszda és élményparkban van jelenleg Gyuk Alexandra. Ezekben a percekben nyitnak a fürdők. Mennyien érkeztek? Köszöntöm a kedves nézőket. Így bizony, hát a mögött még üresek a medencék, ám több százan várakoztak már fél órája kint a nyitás előtt, hogy bejussanak ide az Aqua City vízicsúszda és élményparkba. Most engedik be az embereket, ugyanis 10 órakor nyitott meg a strand. Rengetegen vannak, rengetegen jönnek már most. Itt is 29-30 fokot mutatnak a hőmérők Zalaegerszegen, és ez csak fokozódni fog. 35-36 fok lesz délután. 7,5 hektáros területen helyezkedik el ez a strand, ahol 6000 négyzetméter vízfelület áll a fürdőzők rendelkezésére. Itt is nagyon sok árnyékos terület van szerencsére, amit igyekeznek most a most érkezők már el is foglalni gyorsan, főként a családosok. Itt a bébi medencénél állunk, ez kifejezetten a családosok számára van fenntartva. Itt nagyon sok fa és árnyékoló helyezkedik el. Itt is felhívták a személyzet figyelmét a nyitás előtt, hogy fokozottan ügyeljenek a vendégekre, ugyanis nagyon sokan érkeztek tegnap is, közel 3000-en voltak ezen a strandon, ma pedig több mint 3500 emberre is számítanak, ugyanis az a tapasztalat, hogy vasárnap sokkal többen vannak. Múlt vasárnap például a 3500-at is meghaladta a vendégek száma. Itt is nagyon fontos, hogy ügyeljenek a napvédelemre, és ahogy már előttem is elhangzott, 11 és 15 óra között ugye nagyon erős az UV-sugárzás. Itt látszik is, hogy a gyerekek védelmére már kifejezetten ügyeltek, úgyhogy már be is kenték őket itt a várakozás során. Zalaegerszegről is köszönjük a jelentkezést.